Több patikában hiány alakult ki egy orszpréből. A vírus okozta influenza-szerű megbetegedések támogató kezelésére ajánlott készítmény. Ez a készítmény, amely a vírusok szaporodásának gátlásán keresztül fejti ki hatását. Van többféle orszpré. Ezt mindig ajánljuk, hogy aki jön vásárolni, beszéljük át, hogy mire is való. Hogy most ténylegesen csak egy allergiás megbetegedése van, amiatt használja, vagy olyankor használná, ha megy orvosi rendelőbe, vagy fertőződésre hajlamosító helyen tartózkodna, akkor mindenképpen ajánljuk, hogy használjon ezekből a viszkózus orrcseppekből, ami nem csak, hogy viszkózus anyag, de tartalmaz még egyéb növényi összetevőket, amiről pedig bizonyítottan van mikrobiális vagy vírusölő hatása is. Ezek orrsprék csökkentik a vírusterhet az orrban, ami kulcsfontosságú a COVID-19 elleni küzdelemben. Vannak olyan orrsprék, amik valóban influenza vírusok ellen már bizonyítottan hatékonyak. Így valószínűsíthető, hogy a koronavírus ellen is hatékonyak lehetnek, legalábbis a megelőzésben. Mert ezek az orrsprék általában sűrű, viszkózus alapanyagúak, és így képeznek az orrnyálkahártyán belül egy olyan védőréteget, ami megakadályozza a vírus bejutása esetén azt, hogy a mélyebb szövetekbe eljusson, és ugye az történik, hogy ha bejut mélyebb szövetekbe, sejtekbe, akkor szaporodásnak indul, és a vírus szám is nagyban befolyásolja, hogy lesz-e betegség. A kutatások azt mutatják, hogy a COVID-19 elsősorban a felső légutakon keresztül fertőz, illetve terjed. Az orrbeli vírus teher csökkentése révén az orrsprék segítik a SARS-CoV-2 fertőzés súlyosságának mérséklését és terjedésének korlátozását. A karcagi gyógyszerész arra figyelmeztet, a szer használata nem helyettesíti csak a maszk használatát. Keresték. Én azt tudom mondani, hogy most egy kicsit lanyhult a védekezés. Nem használnak olyan módon kézfertőtlenítőt. A szájmaszk használatát is soknak tartják, pedig nagyon fontos a helyes maszk használat, hogy nem csak a szájat takarjuk, hanem igenis az orrot, mert az a bejutás a leggyakoribb, az orron átvaló bejutás a szervezetbe. A világszerte tomboló járvány okozta válsághelyzetben minden eszközre szükség van ahhoz, hogy eredményesen felvehessük a harcot a vírussal, és ha nem veszünk igénybe minden rendelkezésre álló eszközt, ezzel emberek millióinak életét kockáztatjuk szükségtelenül. Továbbra is fontos a rendszeres kézmosás is.